Tíz éve mutatták be a nagyszerű operatőr egy Lajos rendezésében a Nobel-díjas kertész Imre Magnum Opuszából a sorstalanságból készült filmet, amelynek főszereplője a most 21 éves Nagy Marcel, aki azóta színész helyett operatőr lett a színművészetén pedig lehetett volna mondjuk olimpikon is, hiszen sportoló szülők gyermeke, aki az atlétika pályán nőtt fel, hosszú futónak készült, hát innentől ő mesél tovább nekünk, szia, jó reggelt Imána. Jó reggelt kívánok! Illetve kezdjük az elejétől, hogy a sportoló családban nőttél föl, és hát ugye nem úgy álltál az életnek, hogy te majd színész leszel, ez teljesen véletlenül jött, és éppenséggel maga az is a sportpályáról jött, igaz? Így van, én nekem nem hosszú tefutó volt, édesapám meg öttusázott, aztán később és nekem tényleg a távolugró gödör volt a homokozó, meg a, a magasugró szivacson uh, ugráltam minden nap. És uh, volt egy srác, azt hiszem, hogy 400 gátas volt talán, Dombi hívták, és ő mondta édesanyámnak, hogy uh, hát milyen helyes kisgyerek, és hogy vigyenek el válogatásokra. Ja igen, és akkor így kerültél kapcsolatba a filmmel. A a szüleid, amikor sportolók voltak, akkor te csak ott játszottál, vagy akkor már hamar te is rájöttél arra, hogy hát neked is követni kell őket? Vagyis, hogy sportolónak kéne lenni, vagyis komolyan kéne ezt a dolgot venni? Hát az elején az játékos volt, aztán, aztán elkezdtem járni mindenféle különböző edzésekre, mint ahogy a szertornától elkezdve, a kosárlabdáig, az úszásig, mindent kipróbáltam, és aztán végül is a, a rudugrás volt nagy szerelmem, de a hosszú futás volt az, ami, ami valószínűleg nekem is a legjobban feküdt volna. Uh -huh. És az azt jelenti, hogy akkor mind a kettővel foglalkoztál is intenzível, tehát, tehát például mennyi ideig voltál rudugró? Nem sokáig, ez nagyon kis koromba volt, és ezeket így kóstolgattam, tehát mondjuk szerintem a rudugrás az, azt szerintem hogy egy másfél év lehetett, de, de emlékszem, hogy az, azt az mindig nagyon vártam, hogy ez kezdjön. Uh -huh. uh -huh. A, a sorstalanság, a filmforgatás, az a főszerep, az, az lényegében is alapvetően megváltoztatta az életedet, igaz? Teljes mértékben. Én tényleg mindig az volt, hogy sportoló leszek, teljesen egyértelmű volt. És akkor jött egyszer csak ez a film, illetve hát előtte kisebb filmszerepek, meg, meg reklámszerepek, meg ilyen dolgok. És, és, onnantól vett 180 fokos fordulatot az életem, és kezdtem el a filmezéssel foglalkozni. Na most ez a, az, hogy ez ennyire megfogott téged, az már eleve az alaphelyzet is, hogy így belekerültél és ezt a szerepet megkaptad, már az is indokoltá teheti, de köthető -e valakihez a stábból? Tehát lehet -e azt mondani, hogy, hogy egyértelműen Koltai a Lajos az operatőr, illetve a filmrendezője ő volt rád olyan hatása, hogy ma, amikor itt ülsz, egy, egy operatőrrel, egy operatőr szakon végzett fiatalemberrel beszélgetünk. Azt mondom, hogy ez három emberhez köthető, az egyik nyilván Koltai Lajos, a rendező, Pados Gyula az operatőr, és Gulyás Buda, aki pedig a, aki szintén operatőr, de standfotós volt ebben a filmben. És biztos vagyok benne, hogy az ő hatásuk legfőképpen. Abban, hogy, hogy elmentél a suliba és elkezdtél tanulni, és végül is megtaláltad azt, hogy mivel akarsz foglalkozni, és az végcsináltad, kitartóan elvégezte az iskolát, meg még ugye folytatni is akarod. Ebben az, hogy előtte sportoltál, meg az, hogy edzések, meg az, hogy kitartás, meg az, hogy dolgozni kell, az, az fontos alap volt? Én azt gondolom, hogy, hogy igen, a sport vonalról egy nagyon erős szakmai láncot hozok otthonról, és, és ezért nagyon hálás is vagyok a szüleimnek, és, és láttam azt, hogy milyen tudatos felkészülés kell ahhoz, hogy az ember elérjen egy célt, és szerintem ez, ez valahol megvan bennem most. Uh -huh. Most legutóbb, amikor a, az a Origónak azt mondtad, hogy, hogy azért néha úgy bánod, vagy sajnálod az, hogy, hogy, nem sportoló lettél, Ez még mindig komolyan eljátszol a gondolata, de miért? Nagyon, engem nagyon megviselt a Londoni Olimpia, tényleg otthon feküdtem és néztem. És Mármint az, tettem. hogy te nem vagy Hát igen, nyilván nem, reális esélyem nem volt rá, mert nem sportoltam akkor már, de, de úgy számolgattam, hogy ha sportolok, akkor már lehet, hogy ott lehettem volna. És otthon feküdtem, és fogtam a fejem, hogy hát nekem azt kellett volna csinálni, és nem ezzel kell foglalkoznom, és nem tudom. És hát nyilván, ami ott, ott viszonylag egyértelmű, hogy amennyi munkát belefektet az ember jó esetben, az, az eredmény formájába visszajön, az ebbe a művészvilágban ez nem teljesen így működik. És, és ez bennem örök kérdőjel lesz talán, nem tudom, vagy remélem, hogy nem, vagy remélem, hogy meg kapok olyan visszakozás, hogy ez ne legyen kérdője, hogy azzal kellett -e volna foglalkoznom, vagy, vagy, ezzel, amit most. A világos, nem. akkor értem. Tehát akkor arról van szó, hogy, hogy, hogy a sportnak az a tiszta világa, ami, na jó, most vegyük, most vegyük le azt a dopingot, meg ilyen egyébként létező dolgokat, de hogy az alapszisztéma, hogy befektetem a munkát, elindulok a versenyem, ott van az óra, meg ott vannak az ellenfelek és nyerek, vagy pedig az a művészvilág, de mondhatjuk az én szakmámat is, ahol olyan öm, számtalan szempont van, ami alapján azt mondják, hogy te jó vagy, vagy nem vagy jó, és az nem világos, hogy kik mondják azt, öm, meg hogy a barátok, meg az ellenségek, szóval hogy neked az a, az a, tisztább sportvilág, azt ilyen szempontból jobban tett vagy ma még úgy érzed, hogy... Ja, nem az, hogy jobban tetszene, csak egyszerűen tényleg az, amit mondasz, hogy teljesen más, hogy egy operatőr teljesítményét nem lehet nem lehet objektíven megítélni, és nincs ott Ha csak a... nem, ha 8 operatőr fut 100 métert, az az igen. egy kérdés. De igen, de abban a munkában nincs ilyen, és ez az objektív, ez neked hiányzik? Nem hiányzik, de sok értelemben egyszerűbb, azt hiszem. Uh -huh. Ha térjünk vissza az atlétika pályára, mert ugye azt mondtuk, hogy hosszú futás, beszéltünk a rúdugrásról, de maradjunk a hosszú távfutásra. Ez milyen távokat jelentett az esetedben, amiben szerinted a legigéretesebb lehetél volna, vagy a legjobb lehettél volna, hogy arra adod a fejedet? Hát akkor azt mondták a szakemberek, hogy később majd nekem a félmaraton maraton lenne a nyerő, már csak alkotomnál fogva is. A Dombi tv nek vége lenne, az gondolom szóval alkatomnál fogva is, akkor ez, ez ilyen egy-két kilométerekbe merült ki, de hát tíz éves voltam körülbelül. És akkor azt mondták, hogy, hogy egyszer te jó fél maraton, vagy hát ilyen távokon, vagy egy jó tízezes, vagy mondjuk egy jó maraton is Igen, igen. Mm. Azóta hogy állsz egyébként a futással? Már csak hobbi szinten. Hobbi szinten most picit pont el vagyok maradva, de egyébként rendszeresen ki szoktam járni futni, és, és pont a napokban gondolkoztam el, hogy most már érzem a hiányát, az, hogy pár hónapja nem voltam és szerintem rá fogom szállni ma meg a napokban. Mert azt is mondtad egy interjúban, hogy ezt a hosszú futás ma is újra lehetne kezdeni, és persze az a kérdés, hogy ez mit jelent, hogy milyen szinten lehetne újra kezdeni? Hát emellett az élet mellett, amit én folytatok, komolyan nem, sajnos. Tehát mind a kettő teljes embert igényel, de, de talán lehetne egy olyan éles váltás, hogy akkor most oda átnyargalok, de nem hiszem, hogy ez meg fog történni. De azért ugye legalábbis így, hogy most is így a gondolata eljátszogat. El, eljátszogatni jó érzés a gondolattal, de, de talán a realitása már kérdés. nem sok van. Egyébként a, 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 szüleid minek örültek, örülnének, örültek volna inkább? Most az, az, hogy te operatőr lettél, az, hogy mondjuk egy ünnepelt filmszínész, vagy az, hogy egy sikeres sportoló atléta? Én azt mondom, hogy annak örülnének, vagy örültek mindig is, aminek én örülök, és mindig ebbe az irányba támogattak, amit én gondoltam, hogy én azt épp akarom csinálni és ezért nagyon hálás vagyok, és nagy köszönettel tartozom. Ha ezt a munkát, amit most végzel meg, hát ez munka is persze, meg hát alkotás, jön a mesterképzés, te forgasz videoklipeket, van egy díjazott kisfilmet, hol kellene, hol szeretnél tartani mondjuk tíz év múlva? Nagyon szeretnék nagy játékfilmet csinálni, de látom azt, hogy hogy azért odáig oda, oda még sokat kell tanulnom, és szeretném ezeket a lépcsőket végigjárni. Szeretnék a reklámokat csinálni, még rengeteg kis játékfilmet, akár videoklippeket, az is nagyon vonzó műfaj. De azt hiszem... Egyáltalán az, nem a... tartod rossz vagy ilyen fölösleges pepeselésnek? Nem, nem, nagyon sokat lehet belőle tanulni, és és például a videoklip az az mondjuk sokkal szabadabb, mint a reklám. A reklámban meg talán pont az, az izgalmas, hogy, hogy alkalmazott műfaj, és és úgy kell tudni ott csinálni, hogy közben az ember fölött azért megmondják, hogy mi, mi is az igazi. De nyilván a nagyjátékfilm az álom. Aha, hát és ugye ott meg ott van a hosszú távú ha hogyha arra gondolok, hogy egyszer akár megjelenhet a, a, a sport tematika. Mindenképpen rengeteg olyan film van, ami sport tematikában számomra is kedves. Uh -huh. Hát akkor én sok sikert kívánok neked, végül is lehet, hogy egyszer majd kijelentheted már még a gondolatkísérlet sem lesz meg, hogy az jó, hogy operatőr lettél és nem futó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.